olyan furcsákat mondunk mi neked, Úrunk Jézus Krisztus. Fennem valljuk, hogy üdvözítőnk Te vagy, és közben azért esedezünk, hogy hinni taníts. Hát vagy hisszük ezt, vagy nem. Köszönjük, hogy Te ismersz minket, és megértesz. És köszönjük, hogy magad elé engedsz úgy is, hogyha így imádkozunk, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mert a szívünk mélyén nagyon szeretnénk mi hinni. Sokkal jobban, mint ahogy most. De a szívünk mélyén ott van az ős hitetlenség is, amelyik mindig kikezdi, szétrágja a hitünket. A Te kegyelmed csodája az, hogy egyáltalán hiszünk valamit komolyan. Így jövünk most eléd, nem szépítjük a helyzetünket, de szeretnénk megvallani, hogy csak ugyan szeretnénk hinni. Mindazt, amit Te mondasz, a Te igédet, ígéreteidet. És szeretnénk a hitünkkel érzékelni azt is, amit a többi érzékszervünkkel nem tudunk. Szeretnénk a hitünkkel látni a láthatatlanokat. Érteni a Te titkodat. Szeretnénk eljutni oda, hogy nem minden értelmetlen, ami a mi szűk eszünknek érthetetlen. Szeretnénk a hitünkkel belépni a Te tágas, végtelen világodba, és sokkal több mindent látni, komolyan venni, érzékelni, mint amennyit most tudunk. Könyörülj hát rajtunk, és mint ahogy annak az asszonynak ott a kútnál bemutatkoztál, mutatkozz be nekünk is ma este, hogy Te vagy a szabadító, és miközben ezt a hihetetlen, furcsa bemutatkozást halljuk, támasz, ébresz, teremts hitet a szívünkben. Amen. Mai igénk a János evangélium a 4. részének 25. és 26. verseiben van megírva. Mondanék ki az asszony, tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor majd ő eljön, megjelent nekünk mindent. Mondanék ki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Ez a történet csúcsa. Itt ér el a beszélgetés a tetőpontjához. És itt fordul meg minden. Legalábbis ennek az asszonynak egész élete. Eddig sok mindenről lehetett beszélni. Sok minden szóba hozhatott. Ha Jézus nagyon személyessé tette a beszélgetést, megpróbálhatott kitérni és más témát előhozni. Keveredhetett a szavaiba kíváncsiság is, kacérság is, vallásoskodás is. Kezdetben úgy beszélt Jézussal, mint egy zsidó férfival, aztán mint prófétával. Innen azonban tovább nem lehet menekülni. Itt le kell borulni. Nem tudta, hogy a világ mindenség urával áll szemben. A Messiás Isten képviselője. Isteni jogkörrel és hatalommal. És a Messiás most ugyanazt mondja ennek az asszonynak, mint amit valaha a mindenható mondott Mózesnek az égő csipkebokornál. Én vagyok. Én vagyok az, aki veled beszélek. Itt a vagyok van jelen. És ennél többet nem is mond Jézus. Ez az utolsó szava ehhez az asszonyhoz. Ennél többet nem lehet, és nem is kell mondani. Itt most már az asszonynak kell valamit válaszolnia. Elhiszi ezt, vagy nem? Igazat ad Istennek, vagy továbbra is vitatkozik vele? Jézus bemutatkozása, titkának kijelentése, kihívás. Ezután már nem maradhat semleges az ember. Erre valamit mondani kell. És az asszony mond is. Nem szavakkal,
mert neki sincs több szava ezek után Jézushoz. De megfordul, ott hagyja az üres korsóját, és elkezd futni arrafelé, ahonnan érkezett, azokhoz, akik között élt, és ellelkendezi nekik, amit tapasztalt, és föllálmázza őket az örömével, és hívja őket is Jézushoz, mert tudja, hogy nekik is ő rá van szükségük, ahhoz, hogy az életük mássá legyen, ahhoz, hogy életük legyen, ahhoz, hogy megszabaduljanak. Jézus Krisztus szavának az ereje. Messiás bizonyságtevő tanítványává lett. Ma erről lesz szó. Jézus Krisztus kigyógyít minket az üres formális vallásosságból is. Tudnilik, az is betegség. Mégpedig halálos betegség. Bele lehet halni. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint éppen tegnap olvastuk a Lukács evangélium a 15. részében, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy nekik nincs szükségük megtérésre. És ott Jézus akkor vallásosairól beszél, de azokról, akik csak formálisan voltak vallásosak. Ezek azt gondolják, hogy minden rendben van. És nem veszik észre, hogy halálos betegségben szenvednek. Jézus ebből is ki akar, és ki tud gyógyítani minket. Azt nézzük meg ennek az igének az alapján, hogy mik az ismérvei ennek a rossz vallásosságnak, amiből ki kell gyógyulnunk, és aztán mi jellemzi azt az életet, amelyik már meggyógyult ebből a betegségből. Ezek az ismérvek itt vannak az asszony egyetlen mondatában. Tudom, hogy Messiás jön, és ha majd ő eljön, megjelent nekünk mindent. Négy jellemző ismérvet láthatunk itt. Az első ez a tudom. Ezek a vallásos emberek olyan sokat tudnak. Én tudom, amit tudni illik. Nekem ne magyarázzon senki se. Mit kezdi itt fejtegetni, hogy hogy kell imádkozni, meg kit kell imádni? Ő tudja a dolgokat. Ő ismeri elődeinek a nevét, ismeri atyáinak a jó hírét, nekik van szent hegyük, szent hagyományuk, azon a hegyen még egy templomrom is jelzi, hogy valaha ott Isten tisztelet folyt. Nekem már a nagyanyám is vallásos asszony volt, az édesapám presbiter volt, én konfirmáltam, engem még megkereszteltek, kérem. Én tudom a mi atyánkot, a hiszek egyet, esetleg egy-két ősi zsoltárt is még. Én tudom, amit tudni illik. Engem ne oktassanak, nekem ne magyarázzanak. Én tudom azt is, hogy Messiás jön. Ezt tanultuk. Aki még emlékszik a tananyagra, az ezt tudhatja. Ez kedves dolog, de ha ezek csak adatok, száraz ismeret, akkor mire mész vele? És ha tudod, és olyan sok mindent tudsz, akkor hogy juthattál olyan mélyre, kedves samáriai asszony? A másik ismérve ennek a formális vallásosságnak az, hogy Jézussal szemközt van valaki, vele beszélget, és nem ismeri fel. Fogalma sincs arról, hogy kivel van dolga. Ezzel a mondattal ez az asszony Jézust tulajdonképpen rendre utasítja. Belevág Jézus szavába, amikor ő az imádatról szól, és azt mondja, hogy hagyjuk ezt, rabbi, mester, én tudom, hogy majd jön Messiás, és ilyen fontos kérdésekben, hogy hol kell imádkozni, egyedül a Messiás illetékes nyilatkozni. Ki vagy te, hogy ilyen szent és nagy ügyekbe beleszólsz? Sejtelme sincs tehát arról, hogy kivel beszélget, hogy ott a Messiással van dolga. A csak vallásos ember nem tudja, hogy kicsoda Krisztus, és nem tud mit kezdeni vele. Olyan sokszor kell ezt tapasztalnom, még a teremtő, a gondviselő Istenről valahogy megpróbál elképzelni valamit. De hogy kicsoda Jézus, aki a Krisztus, a Messiás, ez megfoghatatlan a számára. És emiatt nem is lehet senkit vádolni, vagy elmarasztalni. Titok ez, amit ki kell jelentenie a Messiásnak. Ezt mindenki csak úgy tudhatja meg, ahogy ez az asszony. Mindannyian úgy születünk, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Viszont mindannyian elpusztulunk, ha nem ismerjük meg őt.
az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. És aki őt nem ismeri meg, annak nincs örök élete, akár mennyi tud is, és akár milyen vallásos is. Ha nem tudja, hogy Jézus a Krisztus, hiába tud ezen kívül bármi mást. Aztán a harmadik jellemző vonása ennek a formális vallásosságnak az, hogy mindazt, amit tud, kihelyezi valahova a távoli bizonytalan jövőbe. Tudom, hogy Messiás jön, és ha majd az eljön, akkor megmond nekünk mindent. Tudja, hogy jön a Messiás, de nem látszik, hogy várja a Messiást. Nem arra készülve, arra való tekintettel él. Az, amit tud, amit ígéretekként hallott, az nem befolyásolja az életét. Az, hogy állítólag eljön a Messiás, ez semmi hatással nincs a gondolkozására, a szerelmi életére, a munka erkölcsére. Érintetlenül marad a jelen. A múlttól is, ami olyan szép volt, hogy a mi atyáink imádkoztak, meg a jövőtől is érintetlen marad, hogy majd jön a Messiás, és kijelent mindent. Semmi hatása nincs, sem a szép múltnak, sem a szép jövőnek a jelenünkre. Ilyen sivár, összetörött, szánalmas a jelenük azoknak, akik csak formálisan vallásos emberek. Akik kitolják a jövőbe, a bizonytalanba, és akik így beszélnek arról, hogy majd megjelen nékünk mindent. Úgy általában az embereknek majd elmondja. Aztán, ha akarom, benne vagyok én is ebben, ha nem akarom, nem vagyok benne. És végül a negyedik jellemvonása ennek a vallásosságnak az, hogy valahogyan azért élni kell addig is, amíg a Messiás eljön, és hát élünk úgy, mintha nem jönne el. Járunk a kútra, házasságot kötünk, aztán elválunk, ígéreteket teszünk, aztán csaljuk egymást, és éljük a magunk életét a Messiás nélkül. Tudjuk, hogy eljön, de semmit nem jelent a számunkra. Ha éppen az alkalom úgy hozza, elbeszélgetünk, elvitatkozgatunk vallásos kérdésekről is, mint ahogy ő ott a kútnál Jézussal, de ezek teljesen hidegen hagynak bennünket. Majd, ha a Messiás eljön, ő elmond mindent, ha megéljük, meg ha egyáltalán eljön. No, körülbelül ilyen. Egy formálisan vallásos ember, Krisztusban való élő hit nélkül. Sok mindent tud, büszke a múltra, tud valamit a jövendőről is, de a jelene érintetlen Krisztustól. És ott beszélget vele szemtől szembe, és fogalma sincs, hogy kivel van dolga. Ez a vakság jellemezte például azokat a farizeusokat, akik a vakon születettnek, annak a meggyógyulása után nagy öntudattal mondják, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember, tudnilik Jézus, bűnös, tehát ő nem gyógyíthatott meg téged. És a vakon született csak a vállát vonogatja, és azt mondja, hogy én nem tudom, hogy bűnös vagy nem bűnös, én teológiai szakkérdésekben járatlan vagyok, azt tudom, hogy vak voltam, és a szememhez nyúlt, és látok. Ez tény. És a tények makacs dolgok. De ez sem zavarja a farizeusokat, még egyszer elhangzik ott a tárgyaláson, mi tudjuk, hogy ez nem gyógyíthatott meg téged. Nos, ennyire vakká teheti ez az üres, tartalmatlan, formális vallásosság az embert legjobb indulata mellett is. És most bármennyire ellenszenvessé lett is számunkra ez a fajta gondolkozás, azért próbáljunk megalázkodni és megkérdezni, hogy nem jellemző ez ránk semmilyen vonatkozásban? Néha nem észlelünk ilyen tüneteket önmagunkon is? Mi eljárunk istentiszteletre többségünkben, több-kevesebb rendszerességgel, kioktatjuk a hitetleneket, és megvan róluk a véleményünk. Ha éppen van időnk, még bibliaórára is elmegyünk, és elvitatkozgatunk Isten igéjéről, az atyáktól átvett hagyományokkal olykor büszkélkedünk, ha egyáltalán ismerjük azokat a hagyományokat. De olyanok vagyunk, mint akiket Pál a 2 Timóteus 3:5-ben így jellemez,
megvan bennük a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Nincs ereje annak, hogy ők Istenhez tartoznak, hogy ők tudnak Istenről. Valamiféle látszat van, és amögött aztán megbújik sok minden, mint ahogy ennek a szegény asszonynak az életében is. És milyen az, ha valaki meggyógyul ebből a betegségből? Hát az abban mutatkozik meg először is, hogy mozgásba jön az élete. Egyszerre lesz célja. Egyszerre észreveszi a feladatát. Azt, amire máskor hiába noszogatták volna, nem látta meg, nem tudta elvégezni. Egyszerűbe tudja, hogy mi a tennivalója. Van mondani valója. És tele van szeretettel, lendülettel, felelősséggel, erővel. És hívja azokat is Jézushoz, akik között élt, és akik ugyanolyan betegek, vagy még betegebbek, mint ő. Úgy, mint ez az asszony itt. Csak hogy közben elhangzott ez a mondat, én vagyok az, aki veled beszélek. És itt lehult a lepel. Itt találkozott ez az asszony Krisztussal. És egészen más dolog tudni Jézusról, vagy találkozni vele. Mint ahogy a faluja belieknek is egészen más volt az, hogy hallottak tőle Jézusról, vagy aztán hallgatták magát Jézust. És ugyanígy egészen más az, hogy tudom, hogy eljön majd a szabadító, mint az, hogy megszabadultam. Ez egészen más. Mint ahogy más dolog az, hogy tudom, hogy van a faluban orvos, vagy ott van az orvos, és megkönnyebbültem a kezelése folytán. Ez a különbség. A formálisan vallásos, vagy a Krisztushoz élő hittel ragaszkodó emberek között. Egy szóval jellemezve a vallásos és a hívő ember között. Lehet, hogy sok minden tud, de Krisztussal még nem találkozott, a titkokat még nem érti, és a kegyesség ereje hiányzik az életéből. Ez a változás történt itt az asszony életében. És Jézus ezzel, amit neki mondott, minden jó szándékú, de csak formálisan vallásos embernek is azt mondja, hogy ne a múltat tárgyaljuk. Most van itt a szabadító. Ne a jövendőről beszéljünk. Már eljött a szabadító. Az imádságról ne úgy nagy általánosságban vitatkozzunk. Most van itt az óra, amikor az Atya igazi imádókat keres magának. Tehát most kell és lehet eldöntened, hogy akarod-e az Istent lélekben és igazságban imádni, vagy csak fecsegsz róla. És a messiás az nem nekünk, úgy általában az embereknek mondja majd meg, hogy hogyan kell élni. Hanem neked. Én vagyok az, mondja Jézus, aki veled beszélek. Mindent, ami eddig elhangzott, a messiás mondott. És mindazt neked mondta. Kútvizet tőled kértem, nem úgy általában. Élő vizet neked kínáltam fel. Az Isten igazi imádására, tehát engedelmes életre téged hívogattalak. Elrontott házasságot, nyomorúságát a te életedben tártam föl. És mindezt azért, hogy te meggyógyulj, te megszabadulj azokból a kötelékekből, amikből senki más nem tud kioldozni, és amikben elpusztulsz. Hogy neked életed legyen. Olyan, amivel a haláladat is túléled. Örök életed. Üdvösséged. Mert valóban ő a világ üdvözítője. És ez azt jelenti konkrétan, hogy a te üdvözítőd, mert most veled beszél, samáriai asszony. Ne elmélkedj tehát tovább a messiás kérdésről, mert a messiás nem kérdés, hanem konkrét személy. Én vagyok az, aki veled beszélek. Hiszed-e ezt? Hű, de nehéz ezt hinni. Még akkor is, ha előzőleg mindent megmondott neked Jézus, amit cselekedtél. Nem is nehéz, lehetetlen. Úgy születünk, hogy képtelenek vagyunk hinni. Egymásnak is, neki is.
De hát ő éppen azért a világ szabadítója, hogy első rendben is hitetlenségünk bilincseiből szabadítson ki minket. És miközben csöndesen beszél vele, hitet támaszt a szívében. Hitet teremt belé. És egyszer csak elhiszi. Sőt, nem csak elhiszi, hanem kipróbálja. Nem vitatkozik tovább, hanem elkezdi tenni azt, amit Jézus mondott. És miközben engedelmeskedik, egyre világosabban lát. Egyre jobban meggyőződéssé izmosodik a hite. Ezért lesz meggyőző a bizonyságtétele. És miközben bizonyságot tesz Krisztusról, akivel találkozott, az a bizonyságtétel visszahat ő rá is, az ő hitét is erősíti. És még erősebb hittel tesz bizonyságot, és még inkább hiszi azt, ami azelőtt teljességgel hihetetlen és érthetetlen volt a számára. Ez a hit csodája. Ez a hit ajándéka. És ezt kínálja nekünk a Messiás ma este is. Akiben van annyi alázat és bűnbánat, hogy elmondja, hogy Uram, bennem több a hitetlenség, mint a hit. Én azt hittem, hogy minden csak az eszemen keresztül tudok megközelíteni. De látom, hogy van olyan, ami csak a kijelentésen keresztül közelíthető meg. Amit te hozol közel. Könyörülj rajtam, hogy tudjak hinni. Akarok hinni. Tőlünk csak ezt várja. Akarunk-e igazán komolyan hinni? És ő adja nekünk készséggel ezt az ajándékot. És ő nekünk is bemutatkozik. Én vagyok az, aki veled beszélek. És akkor majd mi is elmondhatjuk, amit az apostol. Tudom, kinek hittem. Te milyen ember vagy? Csak vallásos, vagy ilyen értelemben hívő, tehát Krisztust megismert és neki engedelmeskedő ember. Ezt az dönti el, hogy ki neked Jézus. Csak ugyan ő a világ szabadítója a te számodra is. És itt most nagyon jó lenne, ha senki nem hirtelenkedné el a választ. Egyrészt jó lenne, ha csak ugyan válaszolnánk magunkban erre, másrészt, ha nem hamarkodnánk el. Mert annak következményei vannak. Ha valaki azt mondja, hogy az ő számára Jézus a szabadító, annak meg kell látszania, annak jelei vannak, bizonyságai vannak. És inkább derüljön ki ma este bármelyikünkről, hogy még nem szabadító Jézus a számunkra, hogy aztán az lehessen, mint hogy elhitessük magunkkal, hogy az, pedig ennek az ereje hiányzik az életünkből. És akkor belepusztulunk ebbe a betegségbe, hogy üres formális vallásosság, akiknek nincs szükségük megtérésre. Inkább derítse ki Jézus, hogy még nem szabadított meg minket. Még nem mondhatjuk el, hogy igen, nem csak a világnak, nekem is, ő a szabadítóm, a megváltóm, az üdvözítőm. Ki neked Jézus? Olyan sok mindent mondtak már róla a történelem során. Kezdve attól, hogy a római katona gyereke, azon keresztül, hogy neves tanítója az emberiségnek, hogy vallásos forradalmár, hogy szupersztár, mindenféle badarságot. Ki neked Jézus? Ő tegnap és ma és örökké ugyanaz. És ugyanazzal a gyöngét szeretettel és ellenállhatatlan hatalommal közelít ma hozzánk, mint annak idején ott a Jákob kútjánál ahhoz az asszonyhoz. És ő nekünk is be tud mutatkozni. Én vagyok a Messiás, aki veled beszélek. De hogy lehet vele ma találkozni? Ez ugye világos helyzet volt. Jézus ott volt a kútnál, az asszony oda ment a kúthoz, ketten találkoztak, az asszony kérdezgette, Jézus válaszolgatott, és
egyszer csak elhangzott a nagy kijelentés, én vagyok az, aki veled beszélek. És közben isteni hatalommal a szívébe nyújtott világosság támadt, megértette a kijelentést, hitre jutott. De hogy történik ez ma? Ma is ugyanígy. Egy kicsit áttételesen, de ugyanígy. Ma itt én hirdetem, hogy bizonnyal ő a világ szabadítója, és ő gyógyította meg az én beteg életemet is, és neki köszönhetek mindent, ami jó és szép az életemben. De ezt én azzal az alázattal és hittel mondom, hogy ő azt mondta a tanítványainak, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. Tehát miközben én itt ezt mondom, megtörténhet a csoda, hogy valakinek a szívéhez ez úgy érkezik, mint amit ő mond. Mert aki minket hallgat, őt hallgatja. És aközben ő elvégezheti bármelyikünkkel azt, amit Lídiával ott Filippiben, a város szélén, a folyóparton, hogy miközben Pál beszélt Krisztusról, az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. És Lídia ott hitre jutott. Ezt csak az Úr tudja elvégezni. De ezzel a hittel hangzik az evangélium, hogy ő ezt közben végzi. Lényegében tehát ma is ugyanaz történhet, mint ami ott a kútnál. Itt van közöttünk Jézus, bemutatkozik, hogy ő a szabadító, és közben hittel ajándékozhat meg minket. Azt, aki komolyan kéri, aki nagyon érzi, hogy rászorul, azt hamarabb, könnyebben, jobban, gazdagabban. Erőszakkal senkit nem. Akarod-e ezt az ajándékot? Vannak itt most közöttünk olyanok, akik néhány évvel ezelőtt sok sebből vérezve, sok betegséget cipelve, úgy hallgattak még egy-egy igehirdetést, hogy meghallgatták az embert, akin keresztül mondta Jézus. Egyszer csak a messiással találták szembe magukat. Jézus mutatkozott be nekik, és szólította meg őket. És azóta már ők is hívnak hozzá másokat, és ma már nem az embert hallgatni jönnek. A messiást kérdezik, és tőle akarnak hallani valamit. Akarsz-e ma este ennek a nagy felfedezésnek a részese lenni? Mi most már tudjuk, mert magunk láttuk és hallottuk, hogy ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Ő most neked mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Csöndesedjünk el most is néhány perce, és mielőtt imádkoznánk, magunkban Isten előtt állva feleljünk néhány kérdésre. Mi olyan sok mindenről állítjuk, hogy azt hisszük. Adjunk ma őszinte választ erre a furcsa kérdésre. Hiszed-e azt, amit hiszel? Tudok Jézusról, vagy vele élek? Ma beszéltem vele? Ki nekem Jézus? Gyerekkori mese, poros dogma, megfejthetetlen titok, a tisztelethel méltó nagy ismeretlen, vagy a szabadítóm. És meg is tudom mondani, hogy mitől szabadított már meg. És tőle várom a további szabadulásokat is. Vagy már a barátom. Ő mondta,
Ti az én barátaim vagytok, ha annak akaratát cselekszitek, aki elküldött engem. Vagy merem-e őt a testvéremnek tekinteni? Azt mondja az ige, hogy ő elsőszülött sok atyafi között. Ő a mi legidősebb bátyánk. Csak az ő kezét fogva mondhatjuk a mindenhatónak: Atyám. Ki nekem Jézus? Megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor lepel borul a mi orcánkra is, és nem látunk téged. Szemeink vannak, de nem látunk. Nézünk, de nem látunk. Nyisd meg a mi szemünket, hogy lássunk. Sőt, add nekünk a hit ajándékát, hogy lássuk még a láthatatlanokat is. Hogy higgyünk a te igédnek. Hogy higgyük azt, hogy te vagy. És hogy most minket hívsz új életre. És hogy te hívsz, és magadhoz hívsz. És hogy az igazán az élet. Így állj elénk, és így szólíts minket, hogy közben hittel is megajándékozol. Hogy ne a múltról beszéljünk, és ne a bizonytalan jövőbe utaljunk téged, hanem észrevegyük, hogy itt vagy, jelen vagy. Te vagy az örök vagyok. Ragadj meg minket, és töltsön el bennünket ennek a felfedezésnek az örme. A szabadulás öröme.